sportosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az Újpest egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek, vágjunk is bele. Megvan a Debrecen új vezető edzője, ugye Belgrádban született, de angol állampolgárság úriemberről, Nestorról van szó. Ez egy 41-42 éves fiatalember. Mindenki abban reménykedett Debrecenben, hogy majd valamilyen olyan edző lesz, aki valamilyen szinten kötődik a városhoz, a civis városhoz. Most csalódniuk kellett. Jó lesz ez az edző? Hát... Mert tudjuk, hogy ez egy különleges közeg, ami ott van Debrecenben. Igen. Igen, ez biztos, és most sokan amiatt gondolhatták, hogy volt legendákat tesznek oda, hiszen két volt legendát az NB3-ból menesztettek, a Cigánról és Máté Szalkáról, a két volt debreceni futballistát, azt hitték, hogy ez lesz a megoldás. Valószínűleg nem tudom, hogy miért most elindultak külföldi edző felé, úgy gondoltam, hogy a Máté Csaba szerepvállalásával leteszik a voksukat amellett, hogy akkor most magyar edző. Hát most csalódtak, most megpróbálják ezt a fiút. Nem tudom, tehát ezt általában menedzserek közvetítik ki a klubhoz, ők egyeztetnek a klubvezetéssel. Nem tudom, hogy milyen szempontok alapján választanak edzőt. Tehát ez nagyon sok olyan helyen, ahol megvan egy megfelelő klub filozófia, ott az edzőt az alapján választják a klubhoz, hogy ő feleljen meg annak, ami a klubnál elvárható. Gondolom volt egy komolyabb egyeztetés, de hát sok idejük nem lehetett, hiszen most van a válogatott szünet, most kellett dönteni. És akkor rögtön ugye már a hétvégi forduló, Kecskemét ugye szoros meccsen, de kikapott a Ferencvárostól, tehát mind a Kecskemét csapatának, mind Gerának tovább nőtt a mínuszos eredménye. Először is, aztán kitérünk, hogy miért hoztam most szóba a Kecskemétet, először is a meccsről. Miért volt az, hogy most ennyire szoros volt ez a meccs? A Fradi vezető edzője azt mondta, hogy minden kupa meccs utáni hétvégén nehéz meccsre számítanak. Nem tudom, szerintem bugyutaság az ő részükről azzal védekezni, hogy sokat kivesz belőlük a kupa mérkőzés. Ott le a kalappal, hiszen meggyőző teljesítménnyel, sok góllal begyűjtötték a 3 pontot, de hát ő nekik van 30 vagy 40 játékosuk, tehát nem, főleg egy Kecskemét, amelyik jelen pillanatban nem a top formáját nyújtja, valószínűleg egy hősies védekezéssel, amivel megpróbáltak a Gera Zoliék pontot szerezni, amit nem sikerült. Ezek a mérkőzések mindig fejben dőlnek el, tehát hogyha jól állsz hozzá, mert hiszen a Fradinak annyival jobb a játékos állománya, jobb a csapata, hogy ott negyed óra alatt el kellene dönteni ezeket a mérkőzéseket. Ez abban az időben is, amikor még én futballoztam, akkor ugyanez volt. Tehát, hogyha egy kupamérkőzésen egy másodosztályú csapat ellen nem maximális erőbedobással léptél pályára, akkor baj volt. Jó, ez fontos. Fontos. Kitől függ az, hogy így lépjenek a pályára? A vezetőedzőtől? A játékosoktól? A kócsoktól, ha vannak egyáltalán? Hát, pszichológus, nem tudom, hogy van-e a Ferencvárosnál, de ez kitől függ? Ugyanis valóban így működik a Ferencváros. Igen. Volt a Magyar Kupa meccs. Mindenki már elfelejti. Éppen, hogy egy góllal nyert egy kis csapat ellen. Igen. És most megint tulajdonképpen ugyanaz játszódott le egy kis csapat ellen, elnézést a Kecskeméttől, de most az, éppen, hogy egy góllal nyert a Ferencváros. Tehát ezért kérdezem, ezért ki a felelős, hogy a kis csapatok ellen csak a meszt viszik ki a játékosok? Hát úgy gondolom, hogy ebben a felelőssége elsősorban a játékosoknak van, hiszen őnekik kell kitenni az asztalra a teljesítményt. Akkor ők nem profik? Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy
azt a mérkőzést, amit a Kecskemét ellen játszottak, azt nem megfelelő intenzitással, megfelelő hozzáállással kezdték el. És onnantól kezdve nagyon nehéz változtatni egy mérkőzésen. Minél tovább megy az idő, annál jobban szívja magát idézőjelbe a kisebb csapat, akinek tudjuk jól rombolni és védekezni sokkal könnyebb, mint építkezni. Tehát nagyon nehéz ilyen meccseket úgy megnyerni, hogy nem mindjárt az elején döntöd el. Mindenesetre most a Gera, lehet, hogy csak diplomáciai megnyilvánulás volt, de most azban bízik, reménykedik, hogy a Ferencváros ellen mutatott játék azt jelzi, hogy elindultak fölfelé. Na most, ugye mi láttuk, hogy a Magyar Kupán is ugyanilyen szűk eredményt ért el a Ferencváros, tehát ő minden kis csapat ellen így játszik. Mennyire lehet akkor éppen ezért építkezni ebből a mérkőzésből, hiszen nem az igazi arcát mutatta a Ferencváros. A Kecskemét pszichésen építkezhet ebből az eredményből, hogy minimális különbséggel kapott ki a magyar legjobb klubcsapattól. Ezt lehet így mondani, tehát ebből tudnak erőt meríteni, viszont ez még pontokat nem jelent. Tehát a minden mérkőzés más és más. A következő mérkőzésen tudom jól, és minden csapat is, tehát minden kisebb csapat, mondjuk egy Ferencváros ellen, az én időmben az Újpest ellen is duplán akart bizonyítani, hiszen a legjobb csapat a legjobb játékosok ellen akar bizonyítani. Most ha a következő bajnoki mérkőzésen ugyanezt a teljesítményt, ugyanezt a hozzáállást tudják hozni, akkor az hozhat nekik pontokat, amire már nagyon nagy szükségük lenne. Nincs szerencséje a Gerának, sehogy sem, mert a következő meccs Debrecenben lesz, az új edzővel felálló Debrecen otthonában. Igen. Ez biztos, hogy az ő részükről egy szerencsétlen váltás. Ilyenkor mindig az ember azt mondta, hogy várhatott volna a Debrecen még egy kicsit, legalábbis a Kecskemét oldaláról biztos így fogják megközelíteni. Nekik nincs választások, őnekik pontokat kell gyűjteni különben. Kecskemét az már nagyon le van maradva, ugye hát 5 pontja van, és a bennmaradás jelentő 10. helyen lévő Zalaegerszegnek is 12 pontja van. Igen. Tehát neki valóban pontok kellene. Neki teljesen mindegy, hogy most szimpatikusan vagy. Jó, de vagy, most akkor ha Debrecen otthon kikap az új edzővel, akkor az edzőről is levetetik a ruhát? Hát nem tudom, ezt nehezen. Mert ugye szegény játékosok ugye levetették a meszt, jó. Tehát csak ezért kérdezem, hogy akkor ott nagy balhé lenne Debrecenben. Hát úgy gondolom, igen, hiszen a Debrecen múltja, és olvastam, hogy hogy elég komoly büdzséből dolgoznak, tehát én úgy gondolom, hogy ott minden feltétel adott ahhoz, hogy legalább egy első harmadban lévő csapat teljesítményét tegyék le az asztalra, és jelen pillanatban ők is botladoznak. Hát feltételezem azért, ez most egy új edző mindig sokat tud hozzátenni a csapathoz. A jó nyúl hozzá. Na most kérdés, hogy milyen edzőt úgy választottál, igen, ki, ahogy te mondtad, hogy igen, szoktál, tehát akkor, hogy azért mondom, Gerának nincs szerencséje. Ezzel most biztos, hogy nem, mert ezzel a legrosszabb forgatókönyv jöhet szóba a Kecskemétnek, tehát most ők igen, megint pont nélkül fognak távozni, úgy gondolom, Debrecenből. Mit szólsz az Újpesthez? Szurkolók azért most már azért kicsikét, hogy hőzöngenek. Nem igazából tetszik az, amit látnak a pályán. Nem szép dolog, én is a két utolsó, hát vagy nem is tudom, hogy mind a kettő utolsó hazai meccsem voltam, kim voltam élőben, meg tudtam nézni, volt időm a Spari ellenit. Azt mondja, nyertek 1-0. Nyertek 1-0 úgy, hogy nem tudtam végignézni. Tehát ott a Spari, egy Nyíregyháza tudta irányítani a játékot, és az Újpest utolsó alkalmazkodott ahhoz, hogy egy Nyíregyházához. Most ez a Paks elleni meccs, ez ugyanaz volt, hogy nagyon, nagyon vékony volt a támadó szekciónk, tehát nem tudunk veszélyt jelenteni. Volt az első fél időben volt egy
tűzijátékszerű jelenet, egy 3-4 mentés volt 10 másodpercen belül, de azon kívül inkább a Paks dominált szintén. De tudtuk jól, erről is beszéltünk, hogy ha most új játékosok, új edző, új csapat, ez nem biztos, sőt biztos, hogy nem fog úgy működni, hogy most azonnal mindenkit megeszünk, attól függetlenül a közönség oda teszi magát. A játékosoknak kellene előrefelé. A horvát Krisztófernek nem jöttek be azok az egyéni villanásai, amikbe jó. Nem tudott levenni embert, nem tudta helyzetbe hozni az ellenfelet, a csapattársát, saját magát. Tehát vannak olyan kulcsemberek a csapatban, akiknek előrefelé sokkal többet kellett tenni az asztalra. Fehérvárra fog majd az Újpest látogatni, utána meg a Ferencváros jön. Nem tudom, idegenben jobban megy az Újpestnek? Hogy látod, vagy mindegy neki, hogy hol játszik? Szerintem mindegy, hol játszik. Én úgy gondolom, hogy ide is egy szép számú szurkolótábor fog velük menni. Ez az Újpestnek megint olyan szempontból nem lesz könnyű mérkőzés, hogy a Fehérvárnak szintén minden mérkőzés számít. Nagyon számít. Tehát ugyanúgy, mint az alsó régióban tanyászó többi csapatnak, és a Pető Tamásnak természetesen ez egy dupla bizonyítási lehetőség, aki annak idején az utolsó bajnokcsapatnak a tagja volt Újpesten. Tehát ezek szintén nem... Nincs már könnyű mérkőzés ebben a 12 csapatos NB1-ben. És akkor december 1-én vasárnap Megyeri úton ugye jön az Újpest-Ferencváros mérkőzést. Na most akkor a Ferencváros kérdés, melyik arcát fogja mutatni, ugye? Lehet, hogy... Igen. Hát ha át tudják adni nekik a külföldi játékosoknak azt, hogy ez a klubnak és a szurkolóknak mit jelent ez, hogy derbi, akkor valószínűleg a csapat tudása és értéke alapján a Ferencvárosnak győznie kellene, de egy Újpest-Ferencváros derbi én nálam mindig 3 esélyes. Hát jó, úgy legyen. És egy holland-magyar meccs? Hát sajnos az egy esélyes. Nem mondod. Nem mondod. Hát van két olyan... olyan szempontból, most olvastam az előzetest, hogy ha nyerünk, akkor a hollandok már nem fognak tudni utána bennünket megelőzni. Tehát most én nehezen tudom elképzelni, hogy Hollandiában a magyar válogatott győzzem. Attól függetlenül és úgy, hogy a szurkolók most ki lesznek rekesztve. Igen. Tehát most ők, a szurkolóink el vannak tiltva a holland mérkőzés látogatástól. Akkor nincs esélyünk a győzelemre. Én úgy ítélem meg, hogy nincs. Beállunk védekezni, azt most már tudjuk, hogy rossz ebbe... is. Rájött, hogy a magyar labdarúgó válogatott csak ebbe jó, védekezésbe. És akkor hát, hogy valami kontra véletlenül összejöhet. Ezzel sok mérkőzést meg tudtunk nyerni, a védekezésünk az rendben van, és ha nem is, nem mi dominálunk, de pontrugásból, hiszen tudjuk jól a Szoboszlainak és a Sallainak, tehát sok mindenkinek jó lába van ehhez, vannak jó fejjelő játékosaink. Tehát a pontrugások, ezt tudom, annak idején még a Vác, amikor bajnok volt a 93-94 szezonban, a Csangmesternek volt az egyik fő ütőkártyája az, hogy nagyon sokat futott a csapat, jó védekezett, és voltak jó pontrugás variációi. Én úgy gondolom, hogy a válogatottunk is ebből. Ez nem szégyen, hogyha valaki ezzel tud mérkőzést nyerni. Ehhez azért kell egy szerencse, kell egy nagyon jó kapus teljesítmény. Tehát mindennek klappolnia kell. De... És az ellenfél legyen szerencsétlen. Tehát a ő lövéseik a kapufáig jussanak el. Maximum igen. Golgonon túl már ne. Ott már nagyon ne. Uh-huh. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megint nem nekünk áll. Ez a két mérkőzés. Ha itt tudnánk csodát csinálni Hollandiában, akkor a németek ellen már teltház van, tehát a következő is azzal zárjuk a sorozatot, akkor azon már bármi lehet. Látod, a Kerkez megint megsérült, miután végigjátszott a
angol bajnokságot, most megint megsérült, úgyhogy nem jön a két meccsre, pedig hát ő rá, ha valakire, akkor nagy szükség lenne ott hátul. Igen, nagyon jó szériát kapott el, nem véletlen foglalkozik vele az angol média is, hiszen talán te is említetted, hogy ilyen 50 millió eurós tagsáját. És úgy gondolom, tehát aki egy ilyen kis csapatban tud ilyen teljesítményt nyújtani, ballábas, baloldali védő, ez mindig egy kicsit kaposabb, tehát úgy gondolom, a mai világban is úgy van, mint az én időmben is, hogy ha volt egy 10 jobblábas fiú és egy ballábas, a ballábas biztos, hogy kellett valahova, mert az mindig kuriózum, az mindig, mindig kevesebb van belőle egy jó ballábasból. Na most már nem kétlábasok a labdarúgók? Nem ez lenne az elvárás az akadémiáktól, hogy kétlábasok legyenek? Mert ugye ezt hallottam, hogy már a kapusoknál is elvárás, hogy kétlábasok legyenek. Persze, hiszen nem mindegy, hogy veszed át a labdát, és mind a két lábban meg tudod oldani. Ezért csodálkozom erre így rá, hogy akkor mit tanítanak az akadémiák? Itt tulajdonképpen a ballábasokkal van a, hát nem probléma, a ballábas játékosoknak az agyféltekéje az nem alkalmas arra, hogy a jobb lábát ugyanúgy fejleszték. Aha. A jobblábas, egy jobblábas játékos meg lehet tanítani ballával ugyanúgy rugni. Azt mondod, talán szerintelenség... az agyféltekében dől el ez a probléma? A jobbláb, tehát ha azon dől el, hogy az akadémiákon dolgozó szakemberek vagy egyéni képzésért felelős szakemberek nem foglalkoznak úgy annyit azzal. Engem annak idején Isten nyugosztalja, Kaszás Gábor volt az edzőm a Serdülő egyben az Újpestben. Volt úgy, hogy fél évig nem rúghattam bele jobb lábbal a labdát. Tehát kénytelen. Fél évig? Hát, és akkor utána olyan szintre fejlesztette a lábamat, hogy kénytelen, amikor használod, hogy kis túlzással, amikor levezetésképpen fotballoztam Ausztriában, egy év után kérdezték meg, hogy én nekem melyik az igazi lábam, hiszen hogyha szöglet volt, vagy na most vagy te valamelyik serdülő labdarúgó el tudod képzelni, hogy ezt betartsa? Ő inkább elmegy másik klubba. Ez edző dolga. De igen. Érted? Ma már inkább elmegy másik klubba, vagy otthon fog inkább Meg úgy gondolom, maradni. Hogy most már én tudom, hogy vannak a kiemelt akadémiák, ahol vannak egyéni képzésért felelős edzők. Tehát nem biztos, hogy ez csak az edzésen csak ezzel kéne foglalkozni. Persze. Most már egyénileg kiveszed a játékost, és foglalkozol vele mondjuk egy héten kétszer, hogy csak a bal lábát, a gyengébbik lábát fejleszted. Nagyon egyszerű lenne a képlet, dolgozni kell vele. De az munkás. A munkás, igen. Minden esetre, hát akkor azt jelenti, hogy jelen pillanatban visszakanyarodva a válogatotthoz, hogy akkor így nézzük, hogy két vereség. De igazából ez nem osz, nem szoroz, mert a harmadik hely megvan. Igen. És majd kiderül majd, hogy márciusban kivel játszik a magyar válogatott, ugye, és ott dől el, hogy marad-e ebbe a A csoportba, vagy megy vissza egyet hátrébb. Igen, hát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ez olyan nagyon az lesz majd a mérkőzés, az oda visszavágós az is, igen. Tehát az lesz a fontosabb meccs. De úgy nagyon nem érzem, hogy ennek akkora súlya lenne, hogy baj lenne, hogyha... Csak mindenki most a VB-be kapaszkodik, világban is, meg a sorsolásban, meg a kalapba, meg a kiemelésbe. Ahelyett, hogy arról beszélnek, hogy ki fog gólt lőni, és hogyan, nem? Igen, meg tudnak alánk rangsorolni olyan egyes együtteseket, akik jobbak, mint mi, és nem ugyanabban a kalapban vannak, hanem egyenlőbb. De ez mindig így van, tudod? Például a judóban is mindenhol, hogy azért küzdenek, hogy a olimpián már kiemeltek legyenek, hogy elkerüljék a erőset, és akkor elkerülik, de aki úgymond nem erős, hirtelen mégis megveri őket. Érdekes, igen. Tehát ez így működik, tehát ez minden sportágban erre mennek, hogy kiemelt legyek, aztán jó, ha 5%-a él ezzel a lehetőség, hogy kiemelt le. Hát nézd, a kiemelés az csak egy státusz. Jön a mérkőzés, ott kell majd letenni az asztalra. Lehet, hogy ez a rossz is, mert ugye akkor azt, hogy kiemelt vagyok, akkor egy kicsit pszichésen jól lakik, tehát nem olyan lesz, igen. Nem fog úgy harapni, mert... Igen, jobbnak gondolom magam, mint azt. Hiszen én kiemelt vagyok, és nem egy kiemelttel találkozom. Lehet, hogy csak pszichológia kérdés az hát, egész, nem tudom. A pszichológia az nagyon sokat számít, vagy legalábbis fejben nagyon sok minden eldőlhet, mind ahogy beszéltünk az előbb a Ferencvárosról, vagy
a jobbik csapat a gyengébb, vagy a kisebb csapat ellen. Tehát ez mindig azon múlik, hogy a kisebb csapat fölveszi a versenyt, és ma már, amit beszéltünk, nagyon sokszor veled is átbeszéltük, védekezni már minden csapat tud. Így van, azt mindenki azt megtanulja. Meg lehet tanítani, azt meg, igen, Kis Laci is elmondta, azt meg lehet tanítani edzőknek, edzők ezt meg tudják tanítani. Tehát ez, ami tanítható. Mezei Gyuri is azt mondta, hogy a védekezés meg tudja szervezni, azt meg tudja tanítani a csapatának, hogy hogy jussunk el az ellenfél 16-osáig, de ott már a kvalitások kellenek, ott kell az, hogy lásd, hogy mi van, olyan technikai megoldást válasszál, lősz, passzolsz. Na most van ilyen a magyar válogatottban? Hát a Szoboszlai, hogyha jó, a Szoboszlai és a Sallai. Na de most a Szoboszlainál megállunk, hogyha fél évente lő egy gólt, igen. És akkor azt mondjuk, hogy fú, megint. Tehát... Most egy kicsit, igen, úgy érzem, nem véletlen pihentetik őt most Liverpoolban, tehát valószínűleg látja az edző, hogy most ennek a fiúnak kell, nem biztos, hogy minden meccsen kezdőnek kell lennie, és hál' Istennek, amikor lehetőséget kap, akkor tud egy kicsit hozzátenni. Szakemberek mondták különben Liverpoolon játszó Szoboszlairól, hogy érdekes módon meg lehet figyelni, szakemberek megfigyelték, hogy most már nem mer kapura lőni. Hát, nem lő kapura. Hát nagyon régen volt ilyen, most, hogy így említed. Tehát nem lő kapura, most már valami van ott vele kapcsolatban, mert rakosgatják jobbra-balra, volt ugye csatár is, nem megy, sehol nem megy neki a játék, nem találják a helyét, nincs neki helye a csapatban. Magyarul az edzője azt nyilatkozott, és ezért lett csak szóba hozva szegény Szoboszlai, hogy az edzője egy jó tudott róla mondani, hogy a pályán labda nélkül nagyon jól mozog. Igen, ezt kiemelték többször, hogy a védekezést segíti azzal a fajta intenzitással, mozgással, ami, de hát ő mégiscsak egy támadójátékos, aki én úgy éreztem, itt a válogatottban is baloldali pozíció volt az ő kedvenc helye, hiszen onnan befelé csellekkel eljutva a 16-osig, onnan egy jó lövő technikával rendelkező játékosról beszélünk. Jó, és hová lett a kedve? Hová lett a lövő kedve? Hát, vagy már ezt az ellenfelek is tudják, azért Angliában nem, de ott mindenki ki van elemezve, ától cetik. Jó, de most voltak olyan meccsek, hogy üres volt a kapu, és lepasszolt, tehát nem mert már kapura lőni, tehát már szóvá tették az újságírók is, hogy... Létezik, hogy ez is egy kicsit pszichés dolog, most van valami, volt valami negatív csak szériája. Akkor kérdés, ez hozza magával a válogatottba? Reméljük mit nem. Mit hoz magával? Reméljük nem, hiszen a Rossi is azért választotta őt csapatkapitánynak, mert hogy idézőben mondhatjuk azt, hogy egy tökös gyerek, aki fiatalon is magával tudja ragadni. Ezért érdekes, ami most történik, igen, vele most, a Liverpoolban. Hogy most nem ezt mutatja a mérkőzéseken. Így van. De teljesen. Van ilyen, ezzel is meg kell barátkozni, kell dolgozni minél többet, aztán remélhetőleg vissza fog jönni az a lehetőség, a lövő készsége megvan, kedve megvan, ha eltalálja, akkor lehet, hogy megint átlendül egy olyan holdponton, ami be most van. Sutyiba megnéztem, hát hogyha az Újpest most az utolsó, következő két meccsét, Fehérvár meg Fradi nem hozza, akkor könnyen lehet, hogy úgy fog terelni, hogy éppen hogy csak a kieséstől lesz távol egy-két ponttal, tehát ott lesz akkor a kieső zóna közelében. Nem örülnének neki. Sem a vezetők, sem a szurkolók. Mert Kovács Zoli azt mondta, hogy nagyon jó az Újpest, nagyon jó, fejlődik, egyre jobb. Ahhoz képest 5 győzelem, 4 vereség, 4 döntetlen, tehát számok sem annyira ütősek. Nekem szerencsétlenségemre mondom, két olyan élő mérkőzést láttam, vagy élőben láttam két mérkőzést, a Nyíregyházát és a Paksot, ahol sajnos nem az Újpest dominált. Ami probléma, hogyha azt veszük, hogy otthon játszottak, és idézőbe most a Paksot ne soroljuk a kis csapatok közé, de hát a Nyíregyháza mégis egy új csapat. És azt se felejtsük el, hogy a Paksnak az edzője szerintem az országban az egyik
legjobb, olyan edző, aki a fia is nyilatkozta róla, hogy legjobban meccsel. Tehát ő látja, hogy mi történik a pályán, tud reagálni, úgy alakítja a csapatjátékát. Röviden, ő az az edző, aki nem a műszereket nézi, nem, hanem a játékost nézi, és abból olvas, és jól. Ő nála, ez a tudás. Nála nem látod azt, hogy ott laptoppal ülnek a mellette. Ő beszélget a kollégáival, és hát látja. Hihetetlen jó futballista volt, és látja azt, hogy mi történik a pályán, és minek. Ezért tudja, hogy Böde Danit is mikor, és hogy teszi be, pontosan. Mert mindent lát, neki nem kellnek a műszerek, amelyek azért maradjunk annyiba megtévesztőek. És nagyon sokszor igen, hogyha csak valaki arra hagyatkozik, azt mindig mondom, az nem jó. Tehát ezt látni kell. Egy edzőnek látnia kell, hogy a pályán csak mi történik. Csak ez nem tanítható. Nem. Nagyon jó mondod, ez nem tanítható. Ettől még lesz te prolicenszes edző is, ha nem látod, hogy mi történik a pályán. És hogyan lehet azt megváltoztatni. Így van. Időnk lejárt. Köszönöm szépen, itt voltál. Én is köszönöm, Józsi. További sportosat.